Érdekes, mert is leírta a levelébe, hogy ezt nem is akarom nagyon részletet, hogy ne csak levélolvasásra töltsük az időnket. Leírta azt, hogy volt olyan, amikor szépen felöltözött, és akkor egyből ránéztek a fiúk. Hát tudjátok, az ünnepkorosztály megvan a saját kis fiúai ugye az iskolában, és akkor ránéztek a fiúk tulajdonképpen, és ugye ez rettenten tetszett neki, de egyből rájött arra, hogy nem őt nézi, hanem a ruháját, és ebből neki elege van. Tudjátok, ami nagyon jellemző gyakorlatilag ezekre a izékre, hát a Brigitta most az emlékezésünkben ijászlány tulajdonképpen, Lilike meg már volt. Jó. Akkor ez volt, ami fontos volt nekünk erről. Először is a gyereknek nagyon nagy része, azt kell mondanom, hogy magányos. Tehát azért, mert nem találják meg a barátaikat, hogy és különcök. Őket nem hozzák azok a fizikai dolgok, hogy nem akarnak bulizni, nem akarnak szórakozni. Őket sokkal komolyabb dolog hozza a nagyon nagy részét, tehát mélységig belemennek. Vagy a sportba akarnak ki teljesedni, tehát nem mennek el szórakozni, bulizni, nem minden. De hozzá kell tenni. Ők a végletnek a gyerekei, képzeljétek el. Most főleg a fiatalokról beszélek. Ugye sajnos az a nagy, hogy nem értik meg őket. Tehát borzasztóan nem értik meg őket, se a szülők, se a társaság, se az iskola az égvilágon, és picivel nagyobbak lesznek, előszeretettel nyúlnak a drogokhoz, képzeljétek el, hogy a kábítószer az alkoholhoz, és pörögnek az égvilágon, tehát megpróbálják elfelejteni azokat a tulajdonságaikat, amik velük vannak, és szenvednek tőle. Sőt, és sajnos a Kecskeméti előadásomnak adta a nagyon komoly mottóját az, ugye az, hogy indigó gyerekek, azt ugye tévében, meg hivatalos helyeken ilyet nem lehet kiejteni, hát ugye indigo gyerekek, mert nem létezik. Aura, hát aura látás nem létezik, ezt nagyon jól tudjuk, ugye, tehát ilyenekről nem is beszélünk, ugye. És akkor múltkor a tévében, hogy felkaptam a fejemet, hogy hoppá, indigo gyerek. Mondom, mi a falam, oda nézek, hogy miről is beszélek, a tévében indigo gyerekek. És akkor kiderült, hogy eltűnt egy Bekő Lacika nevezett kisfiú, akinek problémái voltak otthon, nem tudják, hogy hova tűnt előtte, mit tudom, hogy 10 nappal vagy 2 héttel, eltűnt a gyermek otthonról, és a szülők belenéztek a rendőrkönyvét a gyereknek a számítógépébe, és volt egy olyan barátjuk, ismerősük, aki értett ezekhez a dolgokhoz, és arra ő is állt a számítógépre, és közölte, figyelj, de a gyereknek problémái vannak, ez egy tipikus indigó kisgyerek, és ennek nem értettjének a problémájával találta magát szemben. És ez lett a közel, hogy eltűnt. És ugye keresték mindenfele, ez egy csütörtöki nap volt, és akkor a tettikém, hogy aki látja egy pár dolgot, rögtön mondta, ez a kisgyerek elment és öngyilkos lett. Tudni kell, hogy nagyon sok kis ilyen fiatal öngyilkos lett, az én kedvesem is öngyilkos akart lenni egy pásztor, nem tudta feldolgozni a képességeit, sőt, ha az utolsó percben nem kerül hozzám, akkor ma már nem is élne. Tehát nem tudják feldolgozni, a látások kezdve mindent az égvilágon, mindenki megveti őket, kileveti őket, sziátira, stb. Orvosságok. Na ezzel nem lesz feloldva a probléma, tehát ahelyett, hogy odafigyelnének rá. És sajnos, ez volt csütörtökön, szombaton tartottam a indigó gyerekek előadását, és szombaton reggelig bemondták, hogy megtalálták a holttestét, egy áram, oszlopra felmászott, és öngyilkos lett, és nagyon megt az áram. Ami érdekes volt és csodálatos volt, mondjuk már természetesen tragikus, ugye, mert nem tudtuk ezt a gyermeket megmenteni. Hát az egyik szervező az majdnem a falra van tőle, mert azt mondja, hogy Pista, olyan fáradt voltam, el akartam menni Kecskeméti iskolába kiragasztani ezeket az előadás papírt, és pont Kecskeméti járt a kisfiús iskolába, hogy talán megmentettem volna. Mondtad neki, hogy figyelj ide, János, ne is legyünk mérges ezért magadra, nem állhatunk minden egyet gyermek mellett. Az a fontos, hogy átadjuk, segítsünk egymásnak, meghallja a mai társadalom, hogy bizony-bizony rengeteg ilyen gyerek van, és Magyarországon vannak a legeslegtöbben leszületve. Na most az az igazság, hogy tudjuk, hogy valaki kiválasztott népek, és nem akarok mondani, hogy mélyre menni, az is nagyon fontos dolog, hogy nagy eszenk azért, mert mi magyarok vagyunk. De a magyarságnak az eszmeiség, a szellemisége borzasztóan jó. Na most azt is hozzá kell tennem, hogy ez úgy kell értenetek, hogy, és akkor menjünk vissza a zsidó néphez, jó? A zsidó népnek a kiválasztottság az nem azt jelenti, hogy minden egyes zsidó, hogy köztük volt az aljak, bűnöző, mindenféle zsidó. A zsidó népben volt nagyon nagy számban olyan kiválasztottak, akiknek az lett volna a szerepe, hogy Jézusnak a munkáját végig kísérjék, de benne buktak, ugye, mert most hosszú történet, sötét erő, támadása, stb. Tehát minden benne volt az égvilágon, ugye? A sátán erőt azért tisztelni kell, mert találott erő. Ma a magyar nép az is egy hosszú történet, de egy másik bolygóról születtünk le, jöttünk le ide a földre annak idején, hogy a megváltásban segítünk, felemel az embereket, a magyar nép is ugyanannak támadás alatt, higgyétek el nekem, sőt itt vagyunk középen, keletről, nyugatról, nem mondjuk akartak elsöpörni minket itt a föld színéről, de nem sikerült, hál' Istennek. Tehát nem azt jelenti, hogy a magyar nép minden egyes alja embere kiválasztott,
hanem a magyar népben vannak nagyon sokan olyan magaszintű szellemiséggel rendelkező emberek, akiknek a feladatuk felemelni a Földön mindenkit az égvilágon, higgyétek el nekem, nem mondják, hogy szétszorul a világon, mindenhol van a magyar nyelvű falva, minden a világ minden részén. És hogy megnézzük, híres vagy történet volt annak idején a Rázánál, hogy összeültek, hogy na értekezlet van, körülnéztek, hát akkor beszéljünk inkább magyarul, ugye? A legnagyobb találmányok magyarokhoz mentek, a legtöbb szentet a magyarok adták, na, szóval van, mire büszkék lennünk, majd maradunk abban. De ezért születnek le úgy, hogy a indigó gyerekek is nagyon vannak a világon, de magyarok között nagyon sokan nagyon számban vannak. Tehát feladatunk ugye felismerni őket, és odafigyelni rájuk. Ezért fontos dolog. Hát ugye a Lacikát nem sikerült akkor megmentenünk, de az előadáson miután nagyon beszéltünk róla, mert nagyon aktuális volt, sőt, őről tartottam akár egy 5 perces megemlékezést az esetéről. Olyan hatalmas erővel megjelent képzőketen a kisgyermek, és szó szerint el akart a lélegzetet. És mi is volt az üzenet? Emlékszel még rá? Szerességet, hagyást. Ennyi. Tehát azt mondom, hogy nagyon fontosak ezek a gyermekek, és ezért kell rá odafigyelnünk, de... És most engedjétek meg, hogy megint egy picit vetítsem akkor nektek. Gyakorlatilag egyáltalán beszéltük, hogy miért az indigó kék aura. Mi az, hogy indigó gyerekek, és akkor meg egyáltalán mi az, hogy aura. És akkor, egy pillanat nem is ezt kell, elmédes kérek, mert becsapós volt, ez lesz a megnyitás. Nagyon jó, ez az. Jó. Sokszor hallani arról, hogy valaki látja is ezt az aurát. Ön viszont ezt műszaki eszközökkel megmutatja az embereknek. Egyáltalán milyen eszközök kellenek ahhoz, vagy mit kell érzékelnie ennek a fényképezőgépnek, nevezzük így, hogy azt az aurát lássa. Ez a hátsó rész, ez a fekete rész, ez tényleg a maga a fényképezőgép része. De mondod, ez a nagy fehér, igazából ez lesz a gépnek ez a lelke, hogy láthatóvá teszi ezt a láthatatlan fény. Ugyan a maga a fény lényeg kerül természetesen, és ez egy magasabb rendű fény, amiből igazából vagyunk, és ezt kénytelen le fog transformálni ez a gép. Ez egy bioenergetikai műszer, amivel végül is a két érzékelőre beszél az embernek a kezét, és ezáltal a meridiánokon keresztül fog az érzékelőkön keresztül bemenni a gépbe ez az információ, és ezáltal fogod felépülni ez a hát maga az aurának a képe, ami már számunkra is látható. Mit árul el az ember aurája annak, aki ért hozzá? Hát azt tudjuk, hogy olyan műszerűen benne van a testünk, benne van a lelkünk, benne van a szervezünk is. Tehát tényleg egy komplex képet kapunk saját magunkról, tehát pillanatban magunkról. Úgy tényleg a testület lelke szellemnek, és hát akár képességünk is benne vannak, benne van az is, hogy milyen született képességünk van, meg benne van is, hogy milyen lehetőségeket kovácsoltunk magunknak, akár hát benne van a jó tulajdonságaink is természetesen, benne van a rossz tulajdonságaink is. Tehát igazából egy teljes képet kap ilyenkor magára az ember. Ön, aki már egy ideje foglalkozik az emberek aurájával, találkozott olyannal is, aki maga látja ezt? Fú, természetesen, sőt, hát igazából akitől én tanultam, ő maga ezt képes látni. Sőt, azt mondom, hogy aki kitalált ezt a gépet, ő egy fizikusan talál egyébként egy professzor Amerikában, és ő nem felejtette el az aurolátás képességét. Tehát ő ezért is akarta, mert hát csak nézett az emberek, hogy tehát itt milyen tárgyát, hogy szerint látom, és ezért akarta nekik is átadóvá tenni, és itt nem jött az ötletet, hogy ezt a gépet megcsinálni. Hát ő neki egy olyan 10 éves kutatása alatt előtt ez, és 96-ban forrott ki oda, hogy 97-ben már működőképes volt ez alatt a gép. Az aurolátása az tanulható, vagy beleszületett? Mindenki a beleszületett képessége egyébként, tehát mindenki látja az aurát egyébként, csak időközben elfelejtettük. Tehát a 3 éves gyerek ugye megfigyeljük mindenhova, és egyébként a szemünkben nem, vagy még a csecsemőkben lehet. Tehát mindenki látja az aurát, csak az a helyzet, hogy az élet folyamán ugye elfelejtjük ezt, vagy a szüleik elfelejtették velünk. Hát ez most már kérdés, de minden esetre fel tudjuk idézni ezeket a dolgokat. Ön a fesztiválon az indigó gyerekeknek nevezett új, mondhatjuk úgy, hogy embertípusról ad majd elő. Tulajdonképpen minek alapján jött rá a tudomány vagy a megfigyelés arra, hogy ilyen gyerekek vannak?